Éppen fogadalmukat mondják az Arany János Általános Iskola első osztályos tanulói. Ünnepségen fogadták őket hivatalosan is aranyos polgárra az intézmény tornatermében. Az eskütétel után az iskola vezetője, Garai Zsuzsanna, kézfogással személyesen is gratulált az elsős diákoknak. Az előző évek szokásait követve az avató ünnepségen rövid műsorral mutatkoztak be az osztályok társaiknak és szüleiknek. Az intézmény legkisebb tanulói szívesen meséltek produkciójukról. Előre jobb kezedet, pipitollát, meg erdőszirénházikót, meg bujbuj medvét. Azt adtuk elő, hogy ezt a éneket, azt, hogy egyetem, begyetem, ez az én tenyerem, ezt is előadtuk. Az avató ünnepséget az előző napokban számos játékos feladat előzte meg, amellyel az elsősök bizonyíthatták rátermettségüket. Ezt az ünnepséget megelőzi az előző napon egy hármas próbatétel, amikor a gyerekek számot adnak a tudásukról, ügyességükről, és ennek a próbatételnek úgymond az eredménye és jutalma ez az avató ünnepség. Az Arany János Általános Iskola életében hosszú évek óta hagyománya van az első osztályos kisdiákok aranyos polgárrá fogadásának. Az intézmény ünnepségén ezúttal 76 kisdiák kapta meg az iskolát jelképező kék nyakkendőt. A DSTV híradóját Berek Szandra tudósította.